Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Székely Konyha magazin. Ebben az adásban válogatásokat láthatnak az idei forgatásokból. Kovács Attilát nem kell bemutatni a nézőknek, hiszen már nagyon jól ismernek. Sok menüt készítettünk már közösen. Mit fogunk ma főzni? Így van, én is köszöntöm a nézőket. Hát szokásunkhoz híven a felpörgött világba egy nagyon gyors és egyszerű levest, ami francia hagymales lesz. Kezdjük a levessel? Kezdjük a levessel. Attila. Igen, nekem kedvencem a francia hagymafény. Nagyon helyes, akkor látod, éreztem, hogy jöztök, és... Kitaláltad. Kitaláltam, úgyhogy vajjal kezdünk. Igen. Csalod, ennyi hagymát készítesz te? Vagy ez nem csak ebben? Nem csak ebben. Hány kiló hagymát vegyen egy háziasszony? Hát engem úgy tanítottak, hogy egy-két hagyma per fő. Egy-két hát, hagyma per, igen. Hát a 10 fő, akkor egy 20. Jó. Az a lényeg, hogy nem kell apróra vágni, hanem csak ilyen fél főre. Ez egy érdekes kifejezés, ez a fél fő, mert járnak hozzánk tanulók, és nem tudták, hogy mi az, hogy fél fő, és mondtam nekik, hogy csak simán félbe vágod, és fölszabdalod. Addig a vajacska föl olvad, akkor rá fogjuk tenni a hagymát. Mert mint ahogy az elején is beszéltük, hogy annyira fölpörgött ez a világ, hogy szegény házi asszonyok, mivel ők is dolgoznak, hogy minél több időt tudjanak tölteni a családdal, ezért gyorsan meg kell csinálni a vacsorát, reggelit, ebédet. És ez például elég gyorsan elkészíthető leves, ugye? De mennyit kell főni a hagymának, így is megpirulva? Ezt le kell üvegesre, utána majd egy lisztórással megszórjuk. Liszttel? Liszttel. Zöldség alapjével felhúzzuk. És amikor már úgy tökéletes, akkor tejszínnel. Tejszínnel. És egy kicsi fehér bort vagy? És fehér bort. Ugye? Szoktál te is. Nem olaj, az fehér bort. Az fehér bort, azt gondoltam. De megismerted. De én azért, mert hogy én is szoktam készíteni ezt a levest, és a fehér bor az nagyon-nagyon jó iszta. De a fehér bor az csak a végén, az ami egyet fő, hogy a alkohol elszálljon, és akkor hogy a gyerekek is ehessék, meg nem csak a felnőttek. Kolisszónás. Nem bántál vele kesztyűskézzel elég? Hú. Tehát 3-4 fanállal is. Hát mivel most egy kicsit többet főzünk, mivel majd a félasztalra is megy ki. Értelek. Sérnak-e itt vendéglőbe az emberek? Mit szólsz annyira, mint mondjuk Magyarországon megszoktad, vagy nem annyira? Változó. Változó? Igen. Most arra pontra azért úgy eljutottunk, hogy tehát most megy ez a svédasztalos menünk, hogy tehát a tendencia az fölfele mutat. Azt mondod? Igen. Tehát kezdtek, mintha. Tehát kezdenek már a városba kijönni, ami eddig lehetetlen volt. Igen, mert hogy itt vagytok ugye Csíksomjon, és lényegében azért elég nehéz kijutni, vagy hogyha már valaki autóba ül, akkor nem biztos, hogy mondjuk nagyon sokat, megengedheti magának, hogy itt több időt eltöltsön. Egyszer, tehát csoportok jönnek, aki bemegy a templomba, vissza, beavulzba és mennek tovább. Nehéz az embereket becsalogatni, de viszont nyáron látják, hogy működik a terasz, föl van húz az elnyő. Tehát szívesebben beülnek így. A főételünk az zöldfűszeres pisztrang lesz, grillezett vegyes zöldséggel. Amit már előkészítettem, hogy gondosan megpucoltuk a pisztrangot, pikkelyt leszedtük, kiszedtük a belső szerveket, megmostuk, alaposan előkészítettük. A fokhagymát azt kicsit megszoktam, így el szoktam törni. Apróra vágjuk.
zöld petrezselymet is egy picit, hogy férjen bele majd a halba. Akkor vesszük a halat. Ugye ki van bontva, ki van tisztítva. Egy nagyon picit megsózzuk, megborsózzuk belől is. És majd beletesszük ezeket a zöld fűszereket. Fokhagymát, zöld petrezselymet. Ez megint egy ilyen házi specialitás, amit másképpen is szokták a halat fűszerezni, de nálunk így van. Ettől lesz a madés. A madés, igen. A pisztráng. Ebben a nagy serpenyőben szoktam sütni, mert általában jó nagyra nőttek ezek a halak, és tehát, hogy ne nem igazán félnek bele kicsit tepsibe, és hogy ne lógjon ki. Akkor megfelelő hőmérsékletre felmelegedett, akkor majd beletesszük a halat. Óvatosan. És hagyjuk egy pár percig, ameddig megpirul, majd megfordítjuk. Megfordítottuk a halat a sütőn, 180 fokon, miután megsütöttük, megpirítottuk mind a két felén, betesszük a sütőbe, 180 fokra, és a tetejére két kicsi kocka vajat, házi vajat teszünk, és hagyjuk 10 percig, ameddig megfúr rendesen. Rá kell tegyük a kockavajakot. Ráhelyezzük. És majd ezt szépen rá fog olvadni. Betesszük a sütőbe. És 10 percig 180 fokon sütjük. Addig el is készítem. Igen. Ezt a fokhagymaszószt előkészítettünk házi tejfölet. Igen. Akkor veszünk még pici fokhagymát. Hát van, aki reszeli, van, aki nyomóval használja. Én inkább a kés szeretem használni. Ha már érződik a fokhagyma, akkor érződjön, hogy van benne. Apróra vágjuk a fokhagymát. Beletesszük a fokhagymába. Egy pici sót, egy nagyon pici sót, egy pici borsót. Látom, hogy fehér borsót használtok, igen, fehér borsót használunk, inkább halhoz. Uh-huh. Használjuk a fekete borst is, és más ételekhez. Összekavarjuk, és kész is van a szósz. A mártás. Uh-huh. Tálaláskor viszont egy ilyen előre készített kicsi citrom kehelybe tesszük bele. Ezt is tanultátok? Ez úgy tanulás, hogy, igen, hogy nem elég, hogy finom ételt készíteni, az tálalni is kell, gusztusosabb, és egy vendéglőben viszont kötelező dolog. A főétel mellé, a hal mellé egy ilyen grillezett vegyezöldséget fogunk készíteni, ami szezonális zöldségekből készül, egyszerű elkészíteni. Otthon egy picit lehet nehezebb, de egy serpenyőben meg lehet oldani, mi a grillen fogjuk megsütni. Hozzávalók, amit most én használok, az vinete. Ezeket gondosan megtakarítottam, megmostam, megpucoltam a paprikát, hogy hamarabb menjen. Ezeket apró kockákra vágjuk, nem túl apróra, mert sütés folyamán összeesnek, így nagyobb kockákra vágjuk. Lehet 4-6-ból, és egy ilyen tálacskával belerakjuk, nagyobb darabokra vágjuk a zöldségeket. A paradicsomot azt majd a végére hagyjuk. A hagymát se vágjuk apró kockákra, picit nagyobbokra. Végül is az ember, ezek is megpirulnak lényegében, megpirulnak, de azért benne marad egy kis vitamin. Benne tehát marad az ízük is, mert magas hőfokon grillezzük, és így csak megpirulnak, de az ízek azok megmaradnak benne. És elő van készítve, de nem így marad. Igen. Ahhoz, hogy finomabb legyen, használunk fehér szárazbót egy picit. Na, ez újdonság nekem is. Rátöltünk egy picit. Egy kis balzsamecetet. Keveset. Igen, mert nagyon intenzív ennek az erőst, íze. Intenzív, igen. Ahhoz, hogy ne legyen erőst, intenzív az íz, használunk egy pici porcukrot is. Micsoda titkokat árulsz el itt? Igen, egy picit sózzuk.
És milyen szeretettel készítette is. Ez az egyik alapja. És rakunk egy picit bazsalikomot is. Ez is úgy látom, hogy ilyen házi bazsalikom? Tehát itt, hát igen, ezeket úgy próbáljuk, hogy fűszereket, és amit elő tudunk itt állítani, azt használjuk. Úgyhogy a konyha is ezen alapul, hogy alaplévő főzzük a leveseket, és megpróbálunk mindent hagyományos módon és természetes. Hát talán ez a titka a konyhának, a jó konyhának, hogy az alapanyagok jók legyenek, és ami kell az ételbe, az belekerüljön. Így van. A paradicsomot azt majd a végén szoktam, mert hogy az hamarabb megpirul, és hogy legyen egy picit majd tálaláskor, kicsit szebb is, ilyen vastagabb karikákra szoktam vágni. Eléggé felmelegedett a sütő. Kicsit kohuljanak meg, és hozzatesszük a fokhagymát is. Picit rápirítunk erre is, és a paradicsomot a tálalás előtt szoktam rátenni, egy picit megpirítani, mert az elég puha, és így majd csak a végén. És hamar el is készül. Hamar el készül, nem kell sok másodperc, egy picit átfordítsuk, és szépen is néz ki a körök tetején. Hagyjuk picit süllyen meg. Lényeg, hogy maradjon éppen a paradicsom szele. Úgy szép. Készen lett a hal, elkészült. Ráhelyezzük egy ilyen nagyobb sültestálra. Akkor a grillezőzőséget. Óvatosan mellé tesszük. A tejfölös fokhagyma szósz egy ilyen kicsit citromkehályba tesszük. Erre nagyon büszke vagy, de lehet is, mert tényleg jó pofa ötlet. Ez mindig egy kicsi újdonságot nem ad. Persze. Belehozni. A részletekben sok titok rejlik, tudod? Rászorunk egy pár zöld petrezsájnak. És mondtam már, hogy van egy kis újdonság, amivel újítunk, az különböző zöldségek csirája. Ez egy kicsit szebbé, hangulatosabbá teszi az egész tányért. Rászórjuk, és ráhelyezzük ezt a két sült paradicsomot. És kész is van a főétel. A hal mellé egy fehér száraz bort, amit természetesen a vendéglőnkben lent a barban megtalálható, és fel is tudunk szolgálni. Ferenci Kinga cukrásszal fogunk elkészíteni egy tortát. Novák torta szeletet. Novák torta szeletet. Mutassuk be a nézőknek, azt elmondtad, hogy ez piskóta tészta, kávé, kakaó, jó minőségű kakaó jár bele. És lényegében úgy kell elképzelni, mint a piskóta tésztát, ahogy készítjük, csak még belekerülnek ezek az ízesítések. Igen. Igen. Jó. És akkor megvan sütve a lap, hát akkor azt is mondjuk el, hogy, hogy készül, vagy mutassuk be legalábbis a nézőknek, hogy hogy készül. Amivel kezdünk, a keserű csokis ganáskrém lesz, ami ugye meg volt főzve, utána kihabosítjuk, és kapunk egy ilyen homogénebb összetételű csokit, amit, a csoki krémet, amit rákenünk elsősorban a piskótára. Ez lesz az alsó tőkfelék. Én nem is hallottam még ezt a ganás krémet, ezt légy szíves, mondd el, hogy honnan tanultad, honnan ismered? Most, hogy azt mondjam, lényegében az internet több mindenre az interneten több minden tantána lehet nézni. Mivel én hallottam tényleg, hogy ez egy különleges krém, erre így nem tanított különösebben engem senki. Utána nézve a dolgok után így tanultam meg, hogy... Tehát egyszerűen megtanultad a netről, de hát én is úgy tudom, hogy netről nagyon sok mindent meg lehet tanulni.
Viszont az, hogy kipróbáltad, meg gyakoroltad, azt gondolom, az hosszabb idő. Tehát... Hosszabb idő, viszont kipróbálni, kipróbáljuk, de viszont vannak dolgok, amiken változtatni kell, mert minden azért nem úgy történik, ahogy ott is leíródik. Ugye? És honnan ez a cukrászat szeretete nálad? Ez, hát én otthon különösebben süttem, de nem voltam, ennyire nem tortákkal nem foglalkoztam, csak sütemények készítésével. És aztán, ahogy ide kerültem dolgozni, akkor itt alakult ki az, hogy érdekelt, meg ellestem a szakmát. Mert sok mindent el lehet lesni, hogyha az ember szereti csinálni, igen. Ugye? Igen, ha nagy az érdeklődés. Jó, közben mondjuk, hogy ez milyen krém? Ez a fehér csokoládéból készült ganáskrém, ez ami rá fog jönni a keserű csokis ganáskrémre, csak ezt különben be kéne tennünk fagyni. Ugye, tehát azért, hogy jól sikerüljön, egy picit be lehetne. Hát, hogyha gondolod, akkor betetjük most is pár percre, hogy ne folyjon össze. Mennyi ideig kellett álljon a fagyasztóba? Körülbelül? 10-15 perc. 10-15 percet, amíg megdermed és rákerül a következő. Igen, és rátehetjük a fehér csoki krémet. Igen. Tehát ebben rengeteg a csokoládé lényegében. Ugye a tésztájában is van, a krémekben is. Igen, aki a csokis szereti, az megkap ebbe minden. És hány éve dolgozol te itt, Kinga? 10 éve. 10 éve. Igen. És szereted-e? Szeretem. És mi a szép benne, vagy mi a nehézség benne? Van nehézség is benne, vannak megpróbáltatások, viszont olyan dolgok, amiket még nem csináltunk, ugye, és ki kell próbálni, vagy el kell készíteni, és ötletelni kell, gondolkodni kell rajta, hogy hogyan oldjuk meg. Viszont, olyankor izgulsz egy kicsit, hogy a Istenem, hogy vajon ez össze fog-e jönni, nem? Nem. Otthon inkább több időm van. Nem, próbálom ki, elgondolkodok, próbálok ötleteket meríteni, hogy lehetne megoldani, hogy könnyebb legyen. Uh-huh. Bármi is, akár tortákról legyen szó, mert inkább azok, mert most ugye nagyobbak az igények, a formatorták, meg... Tehát mondjuk esküvőre, vagy igen, keresztelőre, igen. Ugye, hogy legyen nagy, nagyobbak és az igények, ugye? Igen. Uh-huh. És van, hogy jönnek, és azt mondják, hogy én ilyet szeretnék, meg olyat igen, szeretnék? Igen, jönnek ugye? Ötletekkel, vagy akár egy fényképpel, képpel, ami úgy szeretnék, hogy úgy legyen elkészítve. Uh-huh. Akkor a fehér krémre ráhelyezzük a következő piskót alapot. De ez csak ugyan jó fekete különben, tehát látszik rajta, hogy a kakaó az igen, benne van. És kávé. A kávét az hogy kell elkezdeni? Lefőztétek? Lefőzitek? Igen, és igen, utána ugye úgy kerül bele. Kávé, igen. Jó, ez így elkészült. Erre, ennek a bevonata lesz a tejcsokoládés krém. Tehát, hogy legyen egy kicsit tejcsokis, ne csak igen, a keserük. Igen, ezzel fogjuk bevonni egészen a tortát. Ezt most elvesem, ha mennyit változott szerinted a cukrászat az alatt, a 10 év alatt, ami alatt te így benne vagy a szakmában? Miben változott? Nagyobbak az igények. Uh-huh. Tehát az emberek jobban igen, megismerték, hogy tehát igen, járják külföldet, látják, igen, hogy ilyen is van, olyan is van, van, létezik az internet. Igen. Nagyobb az elvárás. Uh-huh. Nagyobb, biztos. Uh-huh. Tehát akkor ez kihívás is lényegében nektek, hogy tudjatok igen, megfelelni. Mert, igen, nekünk is az alapján tovább kell fejlődni. És inkább a minőségre igen, kell hajtani, sem mint a mennyiségre, ugye? Melyik volt az életed legnehezebb tortája?
Volt-e ilyen? Talán az első, amikor tortát kezdtem készíteni. Talán az első mennyasszonyi torta, ami milyen egyedül volt? Rám volt bízva, úgyhogy nem egyedül, volt segítségem hozzá. Te. Hoppá. És az milyen torta volt? Miért volt nehéz? Nem kimondottan azért volt nehéz, hogy az elkészítése, hanem az, hogy egyedül kellett ötletelnem rajta nem volt, akitől lesnem akkor, mert ugye én több részt inkább tényleg ellestem. Egy volt cukrásznőtől, aki itt dolgozott, és akkor nem volt, magamra kellett számítanom. És hogy sikerült? Elsőre nekem biztos tetszett, nekem is, főnöknéknek is, mindenkinek tetszett. Büszke is voltam rá. Emeletes volt? Igen, emeletes. Igen. És milyen ízesítésű volt? A fekete erdő. Fekete erdő. Mondod, hogy az igények nagyok, de hogy maga a szakma az szervez rendezvényeket, beszélgettek, konferenciákra jártok, segítitek egymást, vagy még annyira nem? Mi még annyira nem. Uh-huh. Járni nem járunk. Uh-huh. Nem, mi itt saját magunk tényleg mi kell. Uh-huh. Megoldjátok. Megoldjuk, sütleteljünk. Újítsunk. Hát ilyen késem van, aztán nem tudom, hogy én ezt így meg tudnám-e csinálni, valószínűleg nem. De ez gyönyörű. És akkor ez így bekerül a hűtőbe, ugye? Ez igen. És ezt közben felmelegítjük a tetejére a bevonatot, ami ugyancsak tejszín, csoki és méz összetétele. Méz? Hoppá. Azért minden titkos hozzávalót ne áruljunk el. Betetted a fagyasztóba? Igen. Újra. Azért, hogy dermedjen meg rajta teljesen. Igen, és erre kerül. Igen. Igen, erre kerül a tejszínbe megolvasztott a csokoládé és a méz összetétele. Evel fogjuk a tetejét bevonni. Hát ebben csak ugyan olyan alapanyagok vannak, hogy rossz nem lehet, ahogy szokták mondani. És ez rá fog dermedni, ugye? Tehát gondolom, még vissza kell... Nem fog keményre megkötni, uh-huh. Hanem egy engedelmesebb csoki réteg lesz ez uh-huh. a tetején. És akkor erre a díszítésre fehér csoki krémből. És egy fogvaljó segítségével összecirkálj. A Novák torta. Köszönjük szépen, Kinga, hogy bemutattad nekünk. És jó munkát a továbbiakban. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a Székely Konyha mára. Békés, nyugodt ünnepre készülődést kívánok önöknek, és hogyha tehetik,
Kérem, tartsanak velem a továbbiakban is. Minden jót, áldott ünnepre készülődést, viszontlátásra!